Beszélgettünk már arról, hogy Óbudán milyen adventi programokkal várják az érdeklődőket, de akkor inkább a vásárra meg a jégpályára helyeztük a hangsúlyt. Na de most jön a gasztronómia. Óbuda Békésmegye polgármestere Kis László a vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! És hozott nekünk egy nagyon-nagyon szép vendégkönyvek, ünnepi ízek Óbudán című kötetet. Igen, teljesen friss. Ön saját receptjét, ami egy csülök savanyú káposztával. Ez a klasszikus karácsonyi menő önöknél? Ez a mi karácsonyi menünk, leginkább az én hatásomra. De természetesen a hagyományos menüsort is végigfőzi a család. Ezt az előszóba szerepel, hogy ez nekem sajnos nem annyira jó, miután ezeket az ételeket én valami miatt nem szeretem általában. De miért nem szereti? Mert a mákos guba kiesik a mák miatt, a halat én nem nagyon szeretem, ezért a ételek is kiesnek, és akkor így végigmehetünk az összes szortimenten. Valami miatt valami nem. Jó, egyébként ez most egy olyan kiadvány, olyan könyv, ami nem a polgármester úrnak a receptjeiről szól, lehet, hogy majd egyszer lesz olyan is, hanem 30 vendéglátóhely 30 receptje szerepel ebben a könyvben. Egyébként nagyon jó. Mondjad. Épp a kedvencem, ne nyitottam ki a Fellininél. Hát az egyik legjobb hely a római parton. Igen. És hogy igen, szóval, hogy úgy néz ki, hogy a legjobb kerületi vendéglátóhelyeket mutatja be, és mindegyik egy receptet is prezentál. Így van, és igazából az enyém csak az előszó helyett van benne, mert 30 kiváló recept, tehát nem akartunk elrontani egy oldalas unalmas szöveggel, ezért azt gondoltuk, hogy akkor legyen 31. Itt nagyon kiváló éttermek és cukrászdák, nagyon-nagyon kiváló receptjei vannak, és aki ezt a kiadványt megvásárolja az Esernyős Kft. Kávézójában, az adventi rendezvénysorozatnál, az 30 kiváló éttermet láthat, ami bemutatkozik ebben a kiadványban. De jó, hát enni ugye nagyon szeretünk, ez maradjon is így mindenkinél. Polgármester úr, viszont beszéljünk most az adománygyűjtésről is, hiszen az is kezdetét veszi, így az advent kezdetével együtt. De ugye, hogyha jól olvas... Szakadni arról, mi az ételektől, úgy látom. Ja, és közben nézhetem. Igen. Nézheted, na akkor mit főzök? Nem, mert ugye ma estére is terveztem kaját, igazban megvettem hozzá mindent. Na, a lényeg az, hogy három szervezet javára gyűjtenek ugye adományokat, hogy kik hogyan tudnak segíteni, és kiknek a javára gyűjtenek. Pénzadományokat a Jópásztor Nővérek anyaotthona számára gyűjtünk. Itt alapvetően két módon. Az egyik az obuda.hu oldalon szerepel az anyaotthonnak a számlaszáma, ahol átutalással is lehet adományt adni. A másik pedig, hogy van egy adománysátor, ahol készpénzes adományokat várunk szeretettel. Itt kifejezetten az anyaotthon a donációs irány, tehát az összes készpénz az anyaotthon felé megy. Tárgyi adományokat pedig az Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a Családsegítő Központunk felé várunk. Itt elsősorban tartós élelmiszerek és hát ehhez kapcsolódó termékek azok, amelyeknek hát tudnák a helyét a felhasználók. És azt gondolom, hogy mind a Családsegítő Intézmény, mint pedig a Iványi Gábor nevéhez köthető egyesületnek, az Oltalomnak a neve garancia arra, hogy jó helyre mennek ezek az adományok. Az Oltalom hogy jött a képbe? Igyekeztünk mindig a lehető legszélesebb merítést tenni a karitatív akcióinkban. És szeretnénk azt, hogyha mindig legyen olyan, ami csak a kerülethez kötődik, de olyan is, aminek a tevékenység Ősz-Budapesthez kötődik. És most azt találtuk, hogy azzal, hogy a kerületi önkormányzattal egyébként kiváló kapcsolatban álló, hagyományosan kiváló kapcsolatban álló és nagyon jó munkát végző Jópásztorunk Nővérek anyaotthona az egyik irány, illetve a Családsegítőnk a másik irány, akkor lehetséges az, hogy a Iványi Gáborék Oltalom Egyesülete legyen a harmadik. Egyébként a Hospice Ház volt két évvel ezelőtt a korábbi donációs irány, tehát mindig megpróbálunk újabb és újabb egyesületeket képbe hozni, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem csak egy adományozási lehetőség, hanem egy reklám is az illető egyesületek felé. És mik a tapasztalatok, tehát, hogy az adományozási kedv az nő vagy csökken? Ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy a megélhetési költségek egyre nagyobbak. Ugye az ember azt gondolja, hogy nem biztos, hogy jut annyi pénz az adományokra.
Hát a pénzbeli adományokat mi nem számoljuk össze, ezt egy ilyen gyűjtő helyre lehet bedobni, és várjuk szeretettel mindenkinek az adományát, mert aki lelátogat az óbudai advent főtéri rendezvényeihez, itt személyesen tud adományozni. Ugyanakkor a tárgyi adományoknál azt látjuk, hogy rengeteg gyűlik össze, és ezt folyamatosan és folyamatosan hát át kell adnunk. Igen, még egy kicsit azért beszéljünk arról is, hogy akkor ott önöknél a főtéren milyen az adventi hangulat. Nagyon jó az adventi hangulat, onnan tudjuk lemérni, hogy bevezettük a repohár akciót, azaz rendesen csökkentettük a környezeti lábnyomát ennek a rendezvénynek. Ez úgy működik, hogy valaki vesz egy poharat és azt visszaadja, akkor visszakapja a pénzt, és ebből adódóan mi látjuk, hogy hány poharat kapunk vissza. De azt lehet mondani, hogy több ezres forgalma van ennek a repohár akciónak naponként, tömve van a tér esténként. Tudni. És akkor mondjuk, ha ki erre a hétvégére tervez, őt milyen programok várják? Most vasárnap várunk mindenkit szeretettel a Kaláka Együttes koncertjére, ami hagyományosan a negyedik gyertyagyújtást követő koncert, de gyakorlatilag szombaton és vasárnap mind délelőtt, mind pedig délután vannak koncertek, és hát természetesen elmaradhatatlan a jégpálya, aminek a nyitvatartása gyakorlatilag non-stop. Ebből adódóan, aki csak csúszkálni vágyik egy kis zenek keretén belül, az is megteheti, jöjjenek ki a főtérre. Hát köszönjük szépen, és a receptes kiadványt. Igen, ezt ott a helyszínen lehet ez hozzájutni amúgy? Az Esernyős Kft-nek az éttermében, igen, ami ott van a főtéren, tehát igen. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, polgármester. Kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt. Ünnepeket. Igen.